Hát tulajdonképpen a Végső Kiáltás című dal inspirálta ezt a kampányt, illetve annak nyomán kezdtünk egy ilyen, hát inkább akciónak neveznénk. Nyilván a környezetvédelmi, illetve a környezetudatos gondolkodásra való ébresztés a célja ennek az egésznek, és szeretnénk bevonni ebbe a rajongókat is, illetve bármilyen olyan embert, aki úgy gondolja, hogy szívügye lehet ez. Bárki részt vehet ebből a kampányban, aki elküldi nekünk a pályázatkukat antifitnessclub.eu címre, azon kis videóját, amin elplaybackeli ezt a dalt, vagy akár föl is dobolhatja, vagy gitáron, vagy akármilyen hangszeren ezt elő, őrült módon előadja, vagy csak headbangerrel, vagy bármi. Tulajdonképpen nekünk a legszínesebb, illetve legkülönbözőbb formákra és a legkreatívabb ötletekre van szükségünk ahhoz, hogy bemutassuk azt, hogy ez egy valóban mindenkit érintő téma. Hát a videókat bármilyen kamerával, akár a telefonotokkal, vagy webkamerátokkal felvetitek, és ezeket természetesen el kell nekünk küldeni, bármilyen óriás felküldő szerveren keresztül, és mi fogjuk végignézni ezeket a videókat együtt, szépen kiválogatjuk a legjobbakat, és valószínűleg én fogom megvágni ezt. A videók beküldési határideje április 17, és április 22-én földnapján fog debütálni a klip. Készülünk erre a napra még ezen kívül érdekességekkel, további információkat az antifitnessclub.eu-n találtok. Készítettünk dalt korábban már, ami hasonló témában íródott, mégis a még váránkező föld volt az első olyan dal, amivel tulajdonképpen berobbantunk, és annak idején egyből azonosították a zenekart ezzel a témával, aminek mi természetesen nagyon örültünk, és a Lélegzet című lemezünkre is készült egy ilyen dal, ugye ez a Végső Kiáltás. Emellett szerepeltünk a Menj meg a Földet kampányában a Bravónak, illetve egy Hello Holnap kampányom is. Voltak különböző rendezvények, ahol mi is megjelentünk a nemestél érdekében, úgyhogy van közünk a témához.